Bruttó 180 millió forintból újítják fel a Malom utat Ménfőcsanakon. A munka 573 méteren zajlik majd. Ez az útszakasz fontos közúti kapcsolatot biztosít Győr Ménfőcsanak településrésznek, illetve Győrű Barát és Nyúl települések érintésével a 82-es és 83-as számú főutak között. Nagyon jelentős összeg itt a helyiek számára, fejlesztési forrásból, és nagyon bízom benne, hogy néhány héten belül a leghosszabb rész Győrői Barát kontrasaroktól egészen Nyúlig, a korábbi útfelújítás végéig megkezdődhet annak a közel 7 km hosszú szakasznak a jövő évi egész éves felújítása, ami egy nagy munka lesz, az az útnak a legrosszabb állapota, de azt gondolom, hogy mindannyian polgármester úr, képviselőasszony és jó magam is Győrért dolgozva, a térségért dolgozva mindent megteszünk, hogy fejlődjön a városunk, a térségünk. Az út előregedett, így mindkét oldalon szegély épül, kiegyenlítik a meglévő egyenetlenségeket, majd erre a felületre építenek új kopóréteget. A lakosoknak már régi igénye volt a rossz állapotú utcának a felújítása, és ez indíthatta elsősorban a felújítást. A felújítás során a vízelvezető rendszer is megújul, mindez úgy burkolt árok kialakításával jár, amelyre külön terv készült. Aki ismeri, azt ugye nagyon rossz állapotban van ez az út, és a Győrűi Baráti Nyúli részen pedig egy nagyon komoly vízrendezési munkát is mellé kell tenni, ezért volt igényesebb, időigényesebb egyébként a forrásszerzés, hiszen az útfelújítás önmagában egy aszfalt burkolat csere az nem lett volna elegendő, egy nagyon komoly vízelvezetési nem csak tervet, hanem hát forrást, összeget is kell arra számunk, hogy megújulhasson, és időtállóan újulhasson meg ez az út. A felújítások a Modern Városok program keretein belül pár héten belül elkezdődnek.